A vízre nagyon nagy szüksége van mindenkinek. A program legfőbb célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a vízvédelmének fontosságára. A programokon keresztül megismerkedhettek a vízben élő állatokkal, a víz szerepével, de szó esett az édesvízkészletek veszélyeztetettségéről is. A víz az élet alapja, így aztán nagyon-nagyon fontos a védelme, és mi itt a Sóstónál a környezeti nevelés kapcsán végül is így a tópartján rögtön a vízvédelmére hívhatjuk fel leginkább a figyelmet. Igazából ugye, ha nem lennének tiszták a vizek, akkor élet se lenne, mármint emberi élet nem lenne a Földön. Így azt hiszem nem nagyon kell magyarázni azt, hogy miért fontos a vízvédelme. És a vízvilágnapja erre is hívja fel a figyelmet. A program során a gyerkőcök kézműves foglalkozásokon vehettek részt, előadást nézhettek meg, interaktív játékokkal játszhattak, és közben sok hasznos információt hallhattak. Miközben elkészültek az alkotások, Sóstóról meséltek nekik a környezeti nevelők. Nagyon szép, magasan van a víz, már a halak is jönnek el, fickándoznak, kézzétek a héten már hallottak a békákat brekegni, már térnek haza a madarak, megjöttek a szárcsák, megjöttek már néhány kócsag is. Tél végével a vonuló madarak is kezdenek visszatérni hazánkba. A Sóstó látogatóközpont következő programja egy madárleső túra lesz, ahol a Sóstóra visszaérkező vándormadarakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.